Hétfő magyar nyelv és irodalom, kedden matematika, szerdán történelem, csütörtökön pedig angol nyelvből érettségiztek a diákok. Az első nap ugye a magyar volt, az szerintem nagyon könnyű volt. Szerencsénk volt, hogy megkaptuk például Petőfinek az egyik versét, úgyhogy az szerintem könnyű volt megélni, és a szövegértés is egész értető volt. A matekból főleg a hosszú rész volt egy kicsit nehezebb, a rövid rész az egész könnyű volt, nekem jól ment. Kazincbarcikán 5 középiskolában zajlanak a vizsgák. Több mint 500 végzős készül az utolsó megmérettetésekre. Az általunk megkérdezett szakpedagógusok szerint az első írásbeli vizsgákra jól felkészültek a diákok, így nem okozott gondot a feladatlapok kitöltése. A magyar nyelv és irodalom érettségi első feladat része abszolút korrekt szövegértési feladatsorból épült fel. A Bikavér legendájáról olvashattak a diákok, majd pedig jól értelmezhető kérdéseket kaptak hozzá. Az érvelés egy teljesen aktuális témában, Bringázz a suliba címmel. Kellett különböző pro és kontra érveket hozniuk. A diákok nagy része ezt a témát is választotta az ajánlólevéllel szemben. A történelem tantárgy vizsga feladatai is jól alakultak ebben a tanévben. A diákok nagy részének nem okozott gondot az írásbeli teljesítése. A történelem feladatsor az idén nem tartalmazott igazán nagy meglepetést. A megszokott feladatokat kaphatták a gyerekek, volt benne középkori építészet, Mátyás királyról voltak kérdések, a dualizmusról, az esszé kérdések is jók voltak. Az idei érettségi vizsgák pénteken a német nyelvírásbelivel folytatódnak, a szóbelik pedig június 7-én kezdődnek, és június 30-áig tartanak.